ez év szeptemberében az Európai Bizottság le fogja tenni az agrárpolitika reformjáról szóló bizottsági anyagot. Tehát nekünk ez alatt értve az európai agrárosoknak, benne nekünk magyaroknak van néhány nagyon feszített hónapunk, hogy tudjuk azt, hogy mit szeretnénk elérni. Nekünk magyaroknak azért nagyon nagy a tét, mert mi ennek a közös agrárpolitikának a támogatások vonatkozásában erőteljes haszonélvezői vagyunk. A 27 tagállam közül egy lakosra vetítve a 7. helyen állunk, messze az első helyen az új tagállamok közül, és most az a veszély fenyeget, hogy drasztikusan lecsökkentik a 2013 után az Európai Unió költségvetésében az agráriumra szánt pénzeket, és nagyon nagy a veszélye annak, hogy Magyarország vesztese lehet ennek a közös agrárpolitika reformjának. Mi nekünk magyaroknak aközött kell döntenünk, hogy hogyan lehetne minél többet megőrizni a jelenlegi támogatásokból, és ezzel egyidejűleg az új közös agrárpolitika egy egészségesebb európai és egy jóval egészségesebb magyarországi agrárszerkezetet hozzon létre. A szocialista képviselő abban bízik, hogy az újonnan hivatalba lépő mezőgazdasági biztos a közép-európai agrárgazdaság helyzetét és gondjait jól ismerő Román Dacian Ciolos vezetésével sikerül átalakítani az eddig neoliberális törekvéseket tükröző agrárreformot, amelynek fő célkitűzése a támogatások leépítése és más területekre, így a vidékfejlesztésre történő átcsoportosítása volt.